Ali papi, mami. Na hát ez egy dolog, amit nagyon nem csípek ilyenkor már, hogy nem tudom, én délután 3-kor már sötétedik. Egy elég kellemetlen dolog, amikor valaki olyasmit mutat neked, ami rohadtul nem érdekel. Például mondjuk pont néztünk egy ilyen filmet, valami 20. rangú ilyen Adam Sandler-es, ilyen nagyon gagyi szar volt, de viszont volt benne valami jelenet, hogy nézték berakta az egyik ilyen videófelvételt az egyik nő, ahogy énekel a kislánya mondjuk a színpadon. Ilyen rohadt idétlenül, ilyen macskákból egy ilyen jelenetet. És akkor el kell érzékenyülni, megnézni kell. És ez ilyen rohadt kellemetlen szitu, hogy rögtön eszembe jutott erről, hogy úristen, ezt tényleg erről kéne vlogolni, mert ez egy annyira szerencsétlen helyzet, amikor valaki ilyen nagy boldogsággal mutat neked mondjuk egy ilyen felvételt, és téged tényleg rohadtul nem érdekel, hogy a lánya mondjuk macskákat énekel. Ráadásul még nem is jól, és akkor végig kell szenvedned gyakorlatilag egy ilyen 15-20 perces videót, és így nézned kell, és ő ugye századszor is tökre élvezi. Vagy ilyen mondjuk, amikor ugye fényképeket mutogatnak neked, az már biztos mindenkivel előfordult, hogy hello, voltam nem tudom valahol, és akkor hagyd mutassam már meg, annyira jókat fotóztam. És ugye valami közel álló rokon vagy valakitől még meg is nézett, bár mondjuk még ott is előfordulhat, hogy igazából totál túlzása az, hogy végig kell nézned mondjuk ilyen 150 meg 300 fotót, és akkor leültök és elkezd így mutogatni mondjuk a számítógépen a fotókat egyenként, és tényleg így ülsz, és úristen, arra gondolsz, hogy mikor lesz vége, mert ilyen tájképeket látsz vége, hogy végigfotózta az egész nyaralást. És azt szerintem iszonyatosan kellemetlen, de végül is ugyanilyen bármi lehet. Lehet az is, hogy engem egy időben nagyon sokat fárasztottak azzal, hogy forgatókönyveket küldtek, hogy olvassam el. Ennél már csak az lett volna rosszabb, ugye, hogyha... Mert ugye nem nagyon sok értelmes alkotás jött hozzám. Szóval inkább olyanok jöttek, hogy néha nem is értettem, hogy ez most ilyen átverése, vagy ez komoly, de átverésnek meg túl sok munka lett volna az, hogy valaki megírjon mondjuk egy ilyen 25 oldalas forgatókönyvet, tehát én nem hinném. Szerintem már csak az lett volna rosszabb, hogyha valaki leül, és akkor mondja, hogy hú, felolvasnám neked a forgatókönyvem, de mintha valami ilyesmi is lett volna velem, de talán ilyen versel, vagy valami, nem tudom, valami ilyesmi volt, vagy novella, nem tudom, és ez egy kínszenvedés, annyira ciki, annyira kellemetlen végighallgatni, és ott ülsz, és azon gondolkozol, hogy de most mit keresek én itt meg? Ez a fotómutogatás is ugye a legtöbbször egyébként ugye gyerekekkel történik meg. Ugye amikor a szülők a gyerekeket mutogatják, hát most a gyerekek szerintem a legtöbbször a szülőknek érdekesek, csak sajnos, vagy nem sajnos, hát nem tudom, tehát hogy vagy így a természetes, na maradjunk inkább annyiban, nyilván mindenkinek a saját gyerek a legfontosabb, őt látja a legszebbnek, ő a legjobb, csak egyszerűen teljesen furcsa az, amikor valaki így a saját gyerekéről a teljesen hétköznapi dolgokat így zúdítja rá másikra, és ugye te meg nem tudsz mit csinálni, tehát mondjuk a saját gyerekéről mutat valaki mondjuk 50 vagy 100 fotót neked, és elkezd, na itt is hogy néz ki, meg itt is milyen aranyos, és mutogatja, és te nem tudsz ezzel mit kezdeni, főleg egy ilyen idézőjelben idegenként, mert most neked ő senki, és a legszarabb a szituban, hogy ugye mutogatja, és egy idő után azt érzed, hogy valamit reagálnom kéne. Mert ugye, hogyha most tök kuzsban ülsz és mutogatja, akkor meg fogja kérdezni, hogy mi van, mi bajod van, nem tetszik, vagy valami ilyesmit. És ugye nem akarod megbántani, és a legkínosabb minden egyes kép után valamit mondani. Nagyon aranyos. Ha, fú. Ó, de cuki. Ó, itt izé, és akkor visszakérdezel itt izé. Ez kölcsönzve volt ez a ruha? És nem, az izé, képzeld, azt megvettük, az övé. És akkor így rakja eléd a
gyerekfotókat. Úristen. Na hát ez borzalmas. Remélem nem voltam ilyen kellemetlen az életemben soha, így valakit így traktál, de nem tudom én, mint hogyha így észrevenném ezt, mondjuk én nem is nagyon szoktam így valakire rázódítani mondjuk ilyen dolgokat, hogy nagyon nagyon megmutott filmet volt, hogy így mutattam valakinek ilyen short filmet, hát egyébként maximum olyan dolgot, amire azt gondolom, hogy bárkinek érdekes lehet, szóval ami saját magam számára érdekes csak, és ezt tudom, azt, hogy nem nagyon szoktam így rázódítani az emberekre, hogy akkor valahol az is kellemetlen tud lenni, amikor valaki mesél. Nem is kellnek ez a fotók. Valaki elmeséli így az életét, vagy hogy mi történt vele. Legtöbbször az összes ember ugye a munkájáról tud nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélni. Hát most ezt szerintem baromi kellemetlen, amikor valakinek hallgatod a munkáját, amihez aztán tényleg végképp semmi közöd, és akkor tudom én, 40 percen át utaztok valahova, és csak azt hallgatod mondjuk, hogy ő mit dolgozik. És akkor semmit, tehát nem értesz az, amit csinál, tételezzük fel, tényleg. És akkor ezt hallgatod végig. De egyébként ilyen történetek is lehetnek, mert ilyennel is találkoztam, amikor valaki, azt is észrevettem, hogy amennyi társam vagytok, akkor így rádrabol valaki, hogyha te figyelsz rá, akkor az úgy rádrabol. Hogy te vagy az, akinek akkor ezt el kell mondani, és akkor én általában ilyen vagyok, sajnos. Már könnyezik a szemem. Nagyon érzékeny egyébként a sok monitoros munkától a szérem, meg a kicsit hidegebb van, azonnal így könnyezek. Na és így rám rabol ez a karakter, és akkor neked nagyon elmesél mindent, és olyan baromságokat tek, hogy fú, de kellemetlen az is így. Nem tudom én meg. Bele kell szólni, hogy figyelj, hogy fogd be a pofád! És így ráüvöltesz. Az egy Wantedbe volt című filmbe. Az mindig ez erő, mindig ezt mondjuk, amikor valaki nagyon-nagyon-nagyon mondja. Mert abban volt egy ilyen jelenet, hogy volt egy ilyen nagyon nagy darab nő a főnök a srácnak, és akkor tipikus ilyen választófalas irodába dolgoztak, ilyen a 600 ezeren, és akkor ment oda a fickóz, és akkor ott üvöltözött neki, és ilyen gém kapcsolgatott így a füle mellett, meg ilyen depressziós volt, és akkor kimutatások nulla, nyomta, és akkor abba a jelentbe van, hogy így kijön belőle, és így üvölt, ilyen pofád, és így mindig ezt jut eszünkbe, hogy akkor valakire így ráüvölt, és így, ez egy ennyire kevés. Mindegy, lehet, hogy ez kéne az ilyennél, de mindegy, ha volt ilyen kellemetlen helyzet vagy szituáció, akkor írjátok ide le, mert mindig kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, illetve történetetekre. Vagy azt, hogy szerintetek ti voltatok-e már kellemetlenek más számára. Egyébként biztos, hogy én is voltam, tehát szerintem én mindenkivel volt ilyen, hogy én is valakinek meséltem, hogy rohadtul nem érdekelte, sőt, hát lassan azt gondolom, hogy a környezetemben a valódi húsvér embereknél végképp ez van, rohadtul nem érdekel senki semmi. Úgyhogy azt írjátok le. Na, halipapi mami.